akkor ez egy teljesen új nyomvonalon, teljesen új pályaszerkezettel készült. Épp a kivitelező mutatja a déli iparterületen épülő feltáró út munkálatainak jelenlegi állapotát az egri önkormányzati képviselőknek. Ezen a területen buszöböl, parkoló, járda, közvilágítás és csapadékvízelvezetés is épül majd. A terület és településfejlesztési operatív programban mintegy 900 millió forintból valósul meg a beruházás, ami 20 hektár új iparterület elérhetőségét biztosítja. Elsősorban annak lesz jelentősége, hogy az egri ipari park közvetlen autópálya kapcsolattal rendelkezik, és ez az út azt biztosítja, hogy lakóterületeket ne terheljen a megnövekvő teherforgalom, akár alkatrész ide szállításról, akár késztermék elszállításról van szó. Ez a faiskola út térségét is tehermentesítheti majd bizonyos értelemben. Jelenleg a vasúti áteresz munkálatai zajlanak, illetve az utolsó úgynevezett felső kopóréteget viszik fel a kivitelezők az útszakaszra. Ezt követik majd a burkolati jelek felfestése és az előzetes forgalomba helyezés is. A feltáró út szomszédságában található 40 ezer négyzetméteres csarnok mindössze egy év alatt épült fel, melynek elindult a használatba viteli engedélyezési eljárása. A második fél évben pedig a próbagyártás is megkezdődik. Ez a beruházás óriási jelentőségű Eger gazdasága szempontjából, hangsúlyozta a polgármester.